Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt az új sorozatunkban, ami a Család születik nevet, címet kapta, és bízom benne, hogy most is sokan ültök a képernyők előtt, és vártok minket, mert a múlt heti adásunkban nagyon sokan voltatok, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nektek. Csupa olyan kérdést gyűjtöttünk össze, amik a leggyakrabban hangoznak el mostanában is, és hát egyébként is normál esetben is, de hát most egy kicsit speciális helyzetünk van, és speciális kérdések is felmerülnek. Az első napok nehézségei bent a szülészeten még, hogyan helyezzük merre a babócát, milyen testtartások azok, amelyek helyesek, mire ügyeljetek. Aztán szót fogunk ejteni a súlygyarapodásról, egy csomó-csomó olyan témát, amit szerintem érdemes végighallgatnotok, de hála Istennek nem egyedül kell ezt tennem, hanem itt van velünk Julika. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek Csetneki Juli szülésznőt, aki nagyon olyan szakmai tudással rendelkezik, hogy bátran bízhattok az ő tanácsaiban, és szerintem ti már tudjátok is, mert követtek minket. Úgyhogy hálásak vagyunk, hogy itt vagy, drága. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és úgy hiszem, hogy most valamilyen felkonf lesz még, ha jól tudom, és akkor indulhatunk is a diákkal, de nem biztos, hogy jól tudom. Akkor indulunk a diákkal? Nem mondom én addig is. Tehát az életetek legnagyobb eseményéről beszélgettünk a múlt héten, és most ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, azról a csodáról, ami a szoptatás a szülőágyon. Kérem szépen a következő diát. Az édesanyáknak és a szoptatásnak a dicsőítése nagyon sokféle módon elhangzik, íroktól, költőktől. Én ezt a csodálatos Reed idézetet szeretem a világon a legjobban, mégpedig azért, mert ez a szülész, nőgyógyász, aki a 1900-as évek elején praktizált, és a háborítatlan szülésnek az atya, azt gondolom, hogy mindent ebbe a két mondatba, mindent beletett, ami fontos, és ami megszabja ennek a iszonyatosan fontos dolognak, a szoptatásnak a fontosságát és a sikerét. És mehetünk is tovább, mert eljutottunk odáig, hogy ugye a kisbaba a hasatokra kerül a közvetlen szülés után, majd a pulzáció megszűnése után elvágják a köldökzsinort, és utána a babóca megindul azon a felfedező úton, a kis tenyerével vezetve, azt mint radart használva, hiszen ott van rajta a szülésznő, nem töröli le a magzatvizet, és elindul a mellbimbótok a melletek felé, hogy merre kerüljön, rábuccoljon a kis okos kis aranyos kis fejecskéjével. De az is lehet, hogy oda teszik a mellkasotokra rögtön, amíg utána elvágták a köldökzsinort. És akkor már van is egy háton fekvő szituációban az első szoptatás, aminél ugye a baba az a lényeg, hogy már jó nagyra nyitja a száját, és rácsatlakozik. Ilyenkor az a lényeges csak, hogy a kis szája közel legyen a melletekhez. Na most ez a testhelyzetet tudja egy kicsit segíteni, hogyha egy picit megemelik a szülőágynak a végét, illetve a későbbiekben, ha ti a korteremben megemeltetitek a végét a szülőágynak, de otthon is meg tudjátok csinálni, de a kórházban is a hátatok mögé tesztek, ha nem emelhető az ágyvég, a hátatok mögé tesztek párnát, paplant, úgyis marha meleg van, és akkor meg tudjátok ezt a testhelyzetet csinálni, és így tud könnyen, úgyhogy a kisbabát szépen tartjátok, kérem szépen egy picit a képet, tartjátok a kezetekkel a babátokat, és gyakorlatilag
ennek következtében nem nehéz, nem kell támaszkodnotok ahhoz, hogy nyugodtan, biztonságosan tartsátok, teljes a testkontaktus közöttetek, tehát egy végtelen jó testhelyzet, még maradjon itt a kép. A másik lehet így közvetlen szülés után az oldalt fekve testhelyzet, ami szintén nagyon jó, de akkor ugye a karotokon tartjátok magatokat, ami miatt nagyon elfáradhat a kar, és nem véletlenül tartom így a babát, mert majd megbeszéljük a merre tapadásnál, hogy milyen lényeges az, hogy a baba teljes testével legyen felétek fordítva. Tehát ha csak most emiatt, ha ennyit meg tudtok belőle profitálni, hogy most amit itt elmondok itt az első merre tapadásoknál, amire figyeljetek, akkor már higgyétek el, hogy nem ültetek ide hiába, hiszen ez meghatározza az egész további szoptatásnak a menetét. Na most, amikor így oldalt fekve vagytok, akkor azért elfárad ám a kezetek, és azért, mert elzsibbadt a karotok, nem fogjátok kivenni a baba szájából, tehát azért nem annyira kényelmes testhelyzet, mint azért úgy gondolnátok. És akkor, ha ezt ülve csináljátok így, akkor pedig ez például a bölcsőtartás. Máskülönben úgy fogjátok, ahogy tudjátok, amit látjátok, hogy nekem is ez egy nagyon kényelmes, jól meg van támasztva a hátam, egy nagyon kényelmes fotel, és otthonra is szerezzetek be ilyet, de lehet egy kicsit bőségesebb is, hogy egy szoptatópárna vagy egyéb beleférjen, mert ott párnákkal ki tudjátok magatokat pányvázni, főleg akkor nagyon fontos, hogyha a babát, ha ikerbabákat vártok, mert akkor viszont tényleg nagyon fontos, hogy ezeket a testhelyzeteket jól meg tudjátok csinálni. Aki ilyen alacsony, mint én, annak jó, ha van egy zsámol is a lába alatt, hogy kényelmesen legyen. Hogyha előre hajoltok, görnyedtek, akkor gyakorlatilag nagyon el fogtok fáradni, és nagyon-nagyon fog fájni a hátatok és a derekatok, ami nehezebbé teszi a szoptatást, hiszen rendkívül fontos, hogy ne fájjon semmi, és jókedvűen egymáshoz bújva történjen a szoptatás, így, hogy a pocak a pocakhoz, és a kisbabának az arcocskája pedig a mellbimbó magasságába, és akkor ő tudni fogja, ha nem, meg megbeszéljük, hogy mit tegyetek, hogy tudja, hogy mi a dolga. És akkor most meg is beszéljük, és meg is mutatják a fiúk, hogy hogy is néz ki ez az első merre helyezés. Amikor a baba nem akarja jó nagyra kinyitni a száját, mintha ásítana, akkor kell elkezdeni a mellbimbóval egy kicsit ingerelni. Van olyan érdekes módon, aki az orrára gerjed, és akkor nyitja nagyra a száját. Van olyan baba, aki a felső ajka, van az alsó ajka, és van akinek az állát, amikor érinti a mellbimbó, arra különbözőek a gyerekek, mi is különbözőek vagyunk. És akkor látjátok, hogy óriási a második ábrán, óriásira nyitott szájjal kapja be a cicit, és ezzel nem csak a bimbót, hanem a bimbó udvarnak egy elég jelentős részét is bekapja a picike. És onnantól már jól rátapad, és egy ilyen speciális mozgást, hogyha most megkaphatom egy picikét, végez a nyelvével, egy ilyen hullámmozgást végez a nyelvével a baba, és ezzel préseli fel a mellbimbótokat a szájpadlására, és a szájában lévő vákummal üríti ki a tejet. És miért fontos ez, hogy teljesen oldalra legyen fordítva a baba? Mert ha ő fekszik a hátán, és csak a cicitek fele fordul, és hogyha együtt vagytok a párotokkal, de hogyha nincs is ott senki a közeletekben, akkor is tegyétek meg, hogy ezt csináljátok velem, hogy fordítsátok el a fejeteket, mert ő is el fog fordulni a kis fejével, de ő még nem tud oldalra fordulni, hogyha így tartjátok, csak a feje van felétek fordulva, és úgy próbáljátok meg nagyra, óriási nagyra kinyitni a szátokat. Na most, akik ketten nézik egymást, de ha engem néztek, akkor is látjátok, hogy csálé a szám, tehát oldalról csálé szájjal fogja bekapni a bimbót, és az első 5 percbe kirágja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy szemből, középről, és ezt végig ezt a testhelyzetet megtartva
teljesen mindegy, hogy milyen testhelyzetben, ugye ezen egyedül a dőj hátra és szoptas, vagy a hanyatfekve testhelyzet az, ahol nem kell ezt tartani, mert hiszen abban a testhelyzetben kerül merre a gyerek. És miért rendkívül fontos ez? Mert hogyha most a nyelveteket beteszitek a fogatok mögé, ott meg fogjátok érezni, hogy ott van a kemény szájpad. Majd ha jó hátra toljátok, ott van a lágy szájpad. Na most a baba, ha csak picit kapja meg, és be a bimbót, nem nagyra nyitott szájjal, akkor oda fogja a kemény szájpadhoz dörgölgetni sok-sok ezerszer esetlegesen egy-egy szoptatás alatt, és az alatt szépen ki fogja rágni, és fájdalmas lesz a szoptatás. Ami miatt nem jön úgy a tej, nektek is fáj, a baba meg nem jut tejhez, mert mit is mondtam, hogy ilyen hullámmozgást kell végezzen a nyelvecskéjével, és ezzel a hullámmozgással tudja jól hátrapéselni, hogy eljutatni egész hátra a lágy szájpadhoz. Úgyhogy ez az egésznek a kulcsa, gyerekek, erre nagyon figyeljetek. Amikor jól bekapta a baba, akkor a kis nyelvecskéjéből is alul látszik egy kis darabka, csodacuki, úgy tapad rá a bimbótokra körbe, mint egy kis szivattyú, és akkor így tud remekül szívni, és minden rendben lesz. Na most mi történik a császármetszésnél? Több kérdésre nem adtunk még választ, amiket te a múltkor kérdeztetek. Többek között volt a császármetszéssel kapcsolatos is, most megpróbálom megválaszolni. A császármetszés utáni testkontaktus az nem minden helyen valósulhat meg, főleg olyan szintig, hogy a baba levetkőztetve. De próbáljátok akkor is kérni, hogy itt ide föl a mellkasotokhoz megkaphassátok egy picikét a babát. A szülészetek nagy részén megteszik még ebben a covidos helyzetben is, hogy ugye mert gerinc közeli érzéstelenítésben történik a császármetszések nagy része, és akkor tudtok egy kicsit cicázni vele, egy kicsit érezni ti is, de természetesen mindenképpen látjátok, mindenképpen megpuszilhatjátok ugye a jól bebugyolált babát, mert hát ugye nagyon fontos, hogy a meleget meg kell őrizni, kell, hogy csapó legyen a fején, és jól bebugyolálva, most a szülészetek nagy részében is hasonló módon, ez egy spécipója, de nagyon-nagyon jó, szegényre ráhúztam a szemére, mindjárt meg is vakítom, és gyakorlatilag valamilyen módon, most már nagyon sok helyen így bugyolálják, mert akkor nyugodtabb, hiszen ezek jól utánozzák a méhen belüli helyzetet, úgyhogy remélem nem csörgött-börgött a mikrofon, mert ráraktam a babát, bocsánatot kérek. Na most a közvetlen műtét után akkor beszéltünk arról, hogy a háton szoptatás. Nem kell attól tartani, hogy nem kapjátok meg a babát, kivisznek a műtőből, és utána nagyon sok helyen úgy van megcsinálva az őrzőszoba, hogy külön őrzőszobájuk van a császáros anyukáknak, és ott tudtok még tovább együtt lenni a párotokkal is, és megkapjátok a babát is, és ott lehet mindenfélével már próbálkozni a helyzetnek megfelelően. És hogyha most ugye nézitek, hogy milyen az ajánlott testhelyzetek vannak császármetszésnél, ugye van a háton fekvés, azt egy kicsit meg lehet emelni, azt meg kell kérdezni, hogy a érzéstelenítés miatt, hogy mikortól ajánlják, lehet ugyanígy oldalt fektetve, és amikor meg föl tudtok ülni, akkor remek, mert nem nyomódik a pocakotok, hogyha a babát hónajtartásba teszitek merre. Ez egy rendkívül jó testhelyzet. Most a családbarát szülészeti elvek miatt rengeteg pénzt tettek bele a szülészetekbe, hogy így minél családbarátabb legyen, hogy minél különbözőbb testhelyzetekbe tudjatok vajudni. Ez is volt egy kérdés, mert mindenféle testhelyzetben lehet vajudni is, amit az anyuka igényel, kivétel akkor, ha például nem rögzült az előfekvő rész, és elfolyt a magzatvíz, mert akkor kisodorhatja, ha nem nyomódott rá a gyereknek a buksikája, a magzatnak a buksikája a medencecsontra, akkor előre sodorhatja a köldögzsinort, amiből nagy baj lehet, ha az előre esik, tehát azt úgy akkor nem lehet csinálni.
De visszatérünk, hogy ugye vettek sok helyen ilyen kényelmesebb karosszékeket, egyebeket, hogy tudjátok az ülve szoptatást is csinálni, mert egyébként az esetek nagy részében minden gond nélkül tudtok már ülve szoptatni. Van egy olyan kis párna, amit a szülészetre is be tudtuk szoptató párna vinni. A szoptató párnánál egyetlen fontos dolog van, amire nagyon figyeljetek, az pedig az, hogy ne legyen puha a párna. Mert ha puha a párna, akkor abba a baba, ahogy nyomódik a súlyánál fogva, belesüpped, és akkor ti meg hajoltok előre, és ennek következtében nagyon fog fájni a hátatok, mert attól, hogy kényszertartásban vagytok, még nem fogjátok a babát lecsatlakoztatni a mellettekről. Na most ez a kis párna, ez egy nagyon ügyes kis dolog, főleg eleinte, meg utána, meg még másra is jó, mert itt rajta van a babának a feje, meg a válla, és mind a két kezetek szabad ahhoz, hogy a babát segítsétek, nagyon nyitja a száját, és egy kicsit irányítjátok, picit segítitek, hogy hogyan kerüljön minél jobban merre, és nagyon könnyű megtartani, mert segít, hogyha nincs karosszék, akkor is ez a lábatokon van, és remekül meg tudjátok tartani. A utazáshoz is kiváló, aztán utána akár a repülőn majd nyakpárnának, és egyebekre, de hát ugye elsődlegesen ugye szoptató párna, de kispárnának is aztán nagyon jó lesz a tévénézéshez és a hasonló dolgokhoz. Tehát, és ami a legfontosabb vele, hogy amikor ezt használjátok, és ez a szakmai legfontosabb, hogy ilyenkor, ha látjátok, teljes a testkontaktus, most nekem ugye baba, de nektek a saját babátok is köztetek. És ez rendkívül jó nektek is, és rendkívül jó a babának is. Minden gond nélkül tudtok vele szemkontaktust teremteni, és remekül működik ez a dolog, tehát egy nagyon ügyes, szakmailag egy nagyon támogatott párna típus, és pluszba ugye a szoptató párna nem piszkálja a műtéti sebet a császármetszés esetén, ezért még kérem szépen a következő diát, amin ez a, igen, és tehát ezért rendkívül jó és ajánlott a használata ennek a kis párnának. Sokféle van belőle, tehát én nem azt mondom, hogy ezt vegyétek, figyeljetek, mert ha nagyon kicsi ez a párna, akkor nem tudja ezeket ezt a segítséget úgy megadni, mert nem, a babának nem csak a buksikájának kell ráfeküdnie, hanem a vállának is, hogy ne legyen a súly rajtatok. És akkor eljutottunk az első napokra a szülészetem, most nagyon csúnyán fogok viselkedni, mert beültetem ide egy kosárba a babát. No, ugye a mellehelyezésnek a gyakorisága. Hát minél gyakrabban. Tehát a múltkor már megbeszéltük, hogy nem adjátok be a csecsemőbe a babát. A babának nagyon-nagyon fontos, és úgy érzi magát biztonságban, ha hallja a hangotokat, hogyha ott vagytok hozzá közel, sőt, ha nagyon nyugtalan, akkor még vegyétek is oda, és rakjátok magatokra, így se úgyse fogtok az első éjszaka aludni, mert ez egy ilyen felfokozott helyzet, amikor nagyon dühösek lesztek magatokra, hogy miért nem alszotok, de nem fogtok tudni aludni. Na most ezért viszont ahányszor nyugtalankodik, ez lehet akár másfél-két óránként tátog, akkor mindig próbálkozzatok a merre helyezéssel. Ha kedve lesz, mint a szülőágyon is, ugye, hogy nem megbeszéltük, hogy nincs baj akkor se, ha nem azonnal tapad merre, de mindenképpen nagyon fontos, hogy a semmihez nem hasonlítható csodálatos előtejet, ami ilyen sűrű, sárga és nagyon kalóriadús, rendkívül mennyiségű immunanyag van benne, azt megkaphassa. Ha meg tudjátok mutatni, fiúk, ezt a pici kis gyöngyöcskeszerűt, ugye ez egy háromnapos babának, egy-két napos babának a gyomrocskájának a mérete, tehát az a néhány csepp előtej, ami termelődik, és ez termelődik valószínűsíthetően a császármetszés esetén is, csak akkor lehet, hogy egy kicsit többet kell nyomkodni, majd erre is rátérünk és megbeszéljük. Ekkora egy 3-5 napos baba gyomra, és ekkora 7-10 napon, mint egy kis pingponglabda. Tehát nem kell neki
mennyiségeket szívni még az első napokban. Csak minél gyakrabban. Persze, ezt úgy hiába mondjuk, mert akkor fáradtak vagytok, végre egy kicsikét alusztok, a vizsgálatok, ez az amaz, akkor sem kell idegesíteni magatokat, csak az a lényeg, hogy az anyatej termelődését az szabja meg, és az inspirálja a legjobban, ha minél többet mellen van a baba. És ilyenkor rendkívül fontos, hogy mind a kettőre tegyétek rá. Nincsenek ebben, mint a szoptatásban sehol, nincsenek olyanok, hogy csak így, vagy csak úgy. Vannak ajánlások, tapasztalatok, de mindenkinek a saját, hogy ő hogy gondolja, mert ti vagytok az anyukák, és az édesapákkal együtt ti döntötök meg a babának az igényei, mert ezt össze kell fésülni. Mert a kisbabák reggeltől estig ellenének a cicin, de akkor nektek nem maradna semmire időtök. Tehát ez egy ilyen húz meg, erez meg játék, amikor is, viszont így az első napokban avval tudtok neki segíteni, ha minél többször megkapja, és ezzel fogja fakasztani a tejet, és előbb lesz igazán mennyiség a melletekbe. A harmadik, negyedik nap körül egy, a császárosoknál lehet, hogy egy kicsit megcsúszva történik a tejbelövelés. Ez végre aludtatok egy jót, és akkor arra ébredtek, hogy ó, mi történt? Hát mekkora az én mellem, gyönyörű, feszes, áll, de hát ha még ránéznek is fáj, nem még az, hogy a baba bekapja. Na most hát ez egy erőteljes tejbelövelés, de annál kevésbé lesz intenzív, minél többször kerül az eleinte is a baba merre. Tehát ezt ne felejtsétek el, és hát akkor is ugye merre kell tenni a babát. Lehet, hogy először egy picit ki kell be, a mellből egy kicsit ki kell fejni, egy kicsit ki kell nyomkodni, hogy be tudja kapni, mert ha túl feszes a mell, akkor bizony nehezen tudja a baba bekapni, főleg, hogyha egy kicsit laposabb is a mellbimbó. Az, hogy mennyit szopott, hát mennyit szopna, ez egy-egy csepp, tehát, de őt az kielégíti, csak sokszor kapja meg. Úgyhogy nem kell ezen stresszelni magatokat. Tehát a mellrehelyezés gyakorisága, ahogy beszéltük az első napokban, és utána jó hosszan, minimum 8 alkalom naponta, az első napokban előfordul, hogy jóval kevesebb az első 1-2 napban, akkor sem kell elkeseredni, de próbálkozni kell, mert ugye lehetnek problémák. A tejbelövelés ideje azért csúszik el a császáros édesanyáknál esetlegesen, mert nem a műtéti stressz, vagy a műtétnek a nagy volta, mert gyakorlatilag most már nagyon csúnyán hangzik, de ez egy nagyon gyorsan végrehajtható maga a műtét időszaka, tehát nem az, amik izolálnak, fertőtlenítenek egyebek, hanem maga a műtét, az fél óra maximum, tehát ami alatt ténylegesen az operáció megtörténik. Tehát ha valakinél valami van, akkor egy kicsit több, de anélkül, hogy az baj lenne, a többedik császármetszés vagy egyéb. Tehát gyakorlatilag nem ez meríti ki a szervezetet, hanem amiatt csúszhat el, hogy később kerül a gyerek merre, és ritkábban. Tehát ezt kérem tőletek, anyukák, hogy próbáljátok meg, természetesen azoknak nehezebb helyzetük van, ahol olyan rendszer van, hogy hosszabban vannak őrzőszobában, de ez egyre kevesebb helyen van, és ezért soká kapják meg a babát, és szólni kell, nagyra kell nyitni a szátokat nektek is, nem csak a babáknak, és kérni, kérem, a gyereket segítsenek. És akkor segíteni is fognak, mert ez a dolguk, és hát azért döntően elkötelezett édesanyák. A Covid-dal fertőzött édesanyja szoptatása, ezt a végére raktam belőle egy blokkot, ugyanis volt nemrégiben, illetve hát azért november végén volt egy ilyen várandós vasárnap, amikor nagyon sok minden hasonlót is elmondtam, mint ma, de döntően elég hosszan foglalkoztam a covidos helyzettel. Kérlek benneteket, holnap a Doroti előre fogja hozni ezt a felvételt, és kérlek benneteket, hogy nézzétek meg, mert szeretnék időt hagyni a rengeteg kérdésnek a megválaszolására is, amit remélek, mert ez a értékmérő, hogy
együtt vagyunk, és hogy gyakorlatilag érdekel benneteket a dolog, meg hát ugye nem is tudok ilyen rövid idő alatt, holott ez most elég sok, de akkor se tudok mindent elmondani. Az első napokban vannak olyan helyzetek, amikor a babák nagyon aluszékonyak, és ez bizony nehezítheti a szoptatást. Ezt hívjuk élettani sárgaságnak, és ez mit is jelent? A babák a méhen belül, ugye nincs közvetlen légzésük, hanem a méhlepényen keresztül tőletek édesanyák kapják a táplálékot, az oxigént és mindent, amitől nem csak, hogy életben vannak, hanem valami soha az életben többet nem tapasztalható, óriási növekedésen és fejlődésen mennek át, amire ugye a petesejt és a kis hímivarsejtből 47 alatt egy ilyen csoda fejlődik, mint az újszülöttetek. Na most, amikor megszületnek a babák, és az első légvétel megtörténik, onnantól nincs szükségük erre a rengeteg vörösvértestre. És ezért ezek a vörösvértestek, ezek szétesnek. És a belőlük kiszabaduló festékanyagtól lesznek sárgák ezek a kisbabák. Nagyon cukik. És általában nem is értik a szülők, hogy olyan fehérbőrűek vagyunk, ez a gyerek meg barna. Hát nem barna, és ha így rányomtok a kis állára, akkor látjátok, hogy fehér, csak ugye megszíneződik ettől a festékanyagtól, és attól lesz sárga. De ez önmagában nem baj, hiszen cuki is. Ami baj lehet átmenetileg, hogy aluszékony lesz a gyerek. És egy alvó gyerek nem tud szopni. A szopás az egy nagyon komoly melója a kisbabának, tehát ő neki akkor dolgozni kell. Majd látjátok, hogy gyöngyözik a kis orranál, a izzadságcseppek jelennek, meg azért nem is szabad nagyon túlöltöztetni, meg egyéb, hiszen dolgozik, mint amikor ti is melóztok. Tehát ez az első igazi munkája, és ha a baba aluszékony, akkor nem tud szopni. És akkor ilyenkor jönnek a varázslások, hogy segítenek ott az ott lépő szoptatási szakemberek is, rányomkodnak egy picike kis tejet a mellbimbótokra, azt általában ilyen még ennél kisebb kalibrációjú fecskendővel leszívják, de ti is kérhettek, mert ti is meg tudjátok fogni, és oda tudtok nyomkodni egy kicsit. Nem hoztam el, a következő alkalomra elhozom, van egy ilyen műcicim, és akkor megmutatom, hogy hol kell nyomkodni, és akkor megjelenik egy-egy csepp, és azt ti is fel tudjátok kettes fecskendőn, és elég minden gyógyszertárba lehet kapni pár forint. Szóval tényleg nem hinném, hogy olyan 10 forintnál több lenne. És ebben bele tudjátok fejni, és utána be tudjátok csöpögtetni a kisbabának a szájába. Ha féltek attól, hogy nagyon megnyomjátok, de nem lesz benne olyan mennyiség, akkor majd később megmutatom, hogy milyen szoptatásbarát módszerrel tudjátok a babákat odaadni ezt a kis pár cseppet. De azt is meg tudjátok csinálni, hogy oda teszitek a kis fejét, és akkor gyakorlatilag így kicsit így rákenődik a szájára, és akkor onnan lefogja ezt a pár cseppet nyalogatni, és már ez is nagyon sokat jelent, és nektek is nagyon sokat jelent, hiszen az inger éri a melleteket, és ahogy éri az inger, hogy nyomkodjátok, tehát kicsit leutánozzátok a babának a szopását, elindul az alapi mirigyetekbe az oxitocin termelődése, és ahogy ez az oxitocin termelődik, elindul, ugye eljut a vérárammal a tejtermelő sejtekbe, ahogy meséltem nektek a múltkor is, az mi olyan, mint egy szőlőfürt, és a szőlőszemek a tejtermelő sejtek, összetolja a falát, és betolja a picike kis egy-egy csepp anyatejet a tejcsatornákba, és onnan pedig eljut a főtejcsatornákba, a mellbimbóhoz, és ezzel tudjátok a legjobban segíteni a babát. Gyakran bukhatnak is a babák, főleg így élettani szülés, vagy hogyha valahogy kicsit nehezebb a kiemelése a császármetszésnél a kicsikéknek, tehát hogyha ezért lehet, hogy nyelnek magzatvizet, egy kicsit véres magzatvizet, nem kell megijedni, és akkor előfordul, hogy buknak,
mert ugye attól meg akarnak szabadulni, nem kell megijedni, ami nagyon lényeges, hogyha már kicsit is mennyiséget szopik a baba, akkor a megfelelő büfisztetés, ami mindenkinek jó, tehát a vállatokon van a baba, és szépen csillogatjátok a hátát, a popiát, és próbáljátok meggyőzni, hogy büfizzen. Apukáknak utána otthon ez egy csodás feladat lesz, egyébként pedig vissza, hogyha nem büfizet, és addig próbálgatni, amíg nem halljátok a büfit, hogy, és akkor kevésbé fog bukni is, de hát az is előfordul, hogy ilyenkor bukik is egy elég nagyot, nem kell vele törődni. Pótlás adására csak akkor lehet szükség, ha a baba többet fogy, mint az elvárt. Ez most nagyon bután hangzik, de a szervezetünk, az anyai szervezet tudja, hogy a babája úgy fog megszületni, hogy nagyobb vízvisszatartása van, mint tehát, hogy az első napokban az a vizet felhasználja, illetve ami az egy-egy pisi a pelenkába, avval megszabadult tőle. Tehát ezért van az élettani súlyvesztés, mert ettől a folyadéktól meg kell szabaduljon. Tehát az nem is lenne jó, ha legalább egy 7%-ot nem csökkenne a babának a súlya, mert ettől a plusz folyadéktól, ami a magzati életbe kering benne, és benne van a szöveteibe, ettől meg kell szabaduljon. Akkor kell elkezdeni jobban figyelni, hogyha ez már 10% körül van, mert akkor már kell esetlegesen segítséget kérni. De már nem baj, ha 7%-nál több, hogy akkor már egy kicsit jobban figyeljetek, és próbáljátok minél többet merre rakni. Ilyenkor nincs még mit méregetni, nincs mennyiség. Tehát fölösleges magatokat azzal idegesíteni, hogy rakodjátok a mérlegre, ez az egy-egy cseppet, nincs olyan mérleg, ami kimutatja, csak idegesítitek magatokat. Ez a babának elegendő, és nem kell neki mindenféle löttyöket a szájába bele juttatni, főleg ilyen dudliszerű cumisüvegekből, mert aztán összejön a cumizavar, amire meg nincs szükség. És akkor meg is mondom nektek, majd a következő alkalommal is fogok beszélni a cumizavarról, mert az annyira fontos. Amikor ilyen dudliszerű cumisüvegből, amiben ráadásul még dől is a tej, a tea, vagy a víz, vagy a tápszer, a jó esetben az anyatej a gyereknek a szájába, akkor ugye az csak így kell csücsörítve kinyitni a száját. Na most, amikor a mellett veszi a szájba, akkor meg nagyra kell nyissa, hogy ugye bekapja a bimbo és a bimbódvar nagy részét. Na most, ha ő megszokja, ráadásul, hogy dől a szájába, és a mellből nem fog neki egyből dőlni a szájába. És pluszba így fogja bekapni, akkor jön az, hogy ti fogtok azért sírni, mert földörgölgeti oda, amit mondtam már, a kemény szájpadlására a mellbimbótokat, és meg fog sérülni, de nagyon. Illetve a baba pedig azért fog ordítani, mert nem jut az anyatejhez. Tehát nagyon fontos ez, nem kell pótlást, ha pótlásra van szükség, azt orvos szól róla, és akkor elsődlegesen próbálnak anyatej, segítenek, fej és egyéb belép a képbe, és csak a legvégső esetben jön szóba a tápszer. Nem kell tápszert venni otthonra, semmi szükség nincs rá. Minden gyógyszertár tele van tápszerrel, de mindenféle DM, Rossmann, mindenféle tele van. A bababoltok egy részében is van. Tehát ne legyen a spejzba, mert akkor az első ordító éjszakán sokkal hamarabb rányúltok. Ha nekem nincs otthon csokim, akkor tudomásul veszem és nem eszem. Ha otthon van, akkor kerülgetem, és sokkal hamarabb, pedig nem is kéne, de akkor is ugye előveszem ugyanilyen, csak még sokkal ilyenebb, hiszen akkor a babátokat féltitek, túlparázzátok az ő reakcióit, hogy éhen hal, de hogy hal éhen, hiszen mutattam, hogy milyen pici a gyomra. Tehát ezekre figyelünk. Sok kérdés volt a befele forduló mellbimbóval kapcsolatban. Kérdezték, hogy hogy néz ki. Hát ott van egy rajz, úgy néz ki, mint egy behúzódós seb. Tehát megrövidült tejcsatornák miatt.
És ugye azt beszéltük, hogy nem piszkáljuk, hiába van olyan eszköz, amire azt írják rá, hogy várandósan szó sem lehet róla, abortuszt, koraszülést lehet vele. A kollégák, hogyha tudják, nagyon megköszönöm, amikor már így a kezetekben van a baba, ráteszitek, ugye én a mellemre nem tudom, csak a kezemre, ráteszitek ilyen hasonló, vagy ilyen kis bimbó kiemelőt, és ez, ha lapos, főleg akkor azonnal kihúzza a bimbót, és akkor gyorsan lekapjátok, és rápróbáljátok húzni a babát. Ha igazi befele forduló mellbimbó, akkor nehezebb a helyzet, mert ahhoz hosszú idő kell, mert ott letapadás van, és beszéltünk róla, hogy a lanolint jó beletenni heteken keresztül, hogy minél nyúlékonyabb legyen, de akkor sem estek kétségbe, mert gyakorlatilag a baba nem a bimbóból szopik, hanem a bimbódvar egy részét is beveszi, és segítséggel szépen valószínűsíthetőleg meg tudjátok oldani. A legjobb bimbó kiemelőknél két méretű tölcsérrel van, hogy akinek lapos és nagyobb bimbója húzódik ki, az is tudja használni, és ugye van egy kisebb és egy nagyobb, a szükségletnek megfelelően tudjátok variálni. Na hát a tejbelövelést hogy tudjuk megkönnyíteni? A tejbelövelésnek a megkönnyítésére, ugye ami szintén egy remek édesapai feladat is lehet, jól lehet, ahogy amikor kemény a mell, és ugye milyen az élet, hogy most ugye ebben a rövid ápolási idővel a szülészeteken már otthon érez benneteket, ez hogy ugye a harmadik, negyedik nap már szó nincs róla, hogy kórházban lennétek, vagy klinikán, hanem otthon vagytok, és akkor jön ugye a tejbelövelés. Mivel tudtok magatokon segíteni? Egyrészt tudtok használni melegítő dolgokat, nem csak eszközöket lehet, ha van egy szorgalmas apuka vagy nagymama, lehet pelenkát melegíteni rá, lehet a radiátorra is rátenni, de lehet vasalgatni. Aztán vannak különböző párnák, amiknél a legjobbak azok, amik ilyen gyöngyösek, mert annál ezeket be lehet rakni mikrohullámú készülékbe. Jó van. Bocsánat, levertem. Na most, amelyik gyöngyös, ezek így néznek ki, hogy itt gyakorlatilag ezeket be tudjátok tenni, így a ruhácskájával együtt. Tehát figyeljetek, hogyha ilyesmit akartok venni, akkor lehetőleg olyat vegyetek, aminek van egy ilyen kis ruhája, és akkor beteszitek a mikrohullámú készülékbe, és mielőtt kezdenétek a manipulációt a melletekkel, mert feszes, hogy egy kicsit megszabadulni, egy kicsit föllazítani, akkor a melegítés ez egy csoda. A melegnek nem csak akkor van nagyon nagy jelentősége, például amikor elkezdtetek menstruálni, vagy fáj a hasatok, hanem olyankor is nagyon-nagyon jó, amikor a mell túltelítődött, illetve feszes, mert megvan a tejbelövelés, ilyenkor nem azt jelenti ez a tejbelövelés, hogy tejcsárda nyit és dőlni fog a tej, hanem még mirigyes, vérbő. Tehát azt ne gondoljátok, hogy majd literszámra lesz tej. De amikor már van tej, és hogy gyorsabban akarjátok, hogy ürüljön, vagy akarjátok fokozni a mennyiségét, akkor is nagyon jó a melegítés. Tehát ilyen melegítő párnának a használata remek, mielőtt merre kerül a gyerek, hogyha a tejbelövelésnek a feszességét is akarjátok. Mert a meleg, az tágítja az ereket, és fokozza a kiválasztást, és remekül lehet használni, és utána, amikor fejni akartok, most bebizonyítottam, hogy a jó messzívó nem törik, akkor meg rá tudjátok patentolni a messzívónak a tölcsérére, és sose lesz egy örömteli dolog a fej, és úgy, ahogy a szoptatás, most már szétszedek mindent, ez egy ilyen nap, mindegy. Tehát gyakorlatilag sokkal gyorsabban tudtok megszabadulni a plusz tejtől, és kiüríteni, és olyan esetekben is nagyon-nagyon ajánlott, amikor fokozni kell az anyatejnek a mennyiségét. Na most, ugye fölmerült az a lehetőség is, hogy nem lehettek együtt a kisbabátokkal. Hát ugye akkor is
sajnos szóba jöhet már a kórházba, hogy kell egy mellszívó. Nem, ez nem azt jelenti, hogy előre meg kell venni, én mindenképpen tájékozódnék a helyetekbe, hogyha szükség van valamire, akkor mi az, amit ti megfelelőnek találtok. Na most, hogyha a legegyszerűbbet akarjátok, akkor létezik egy ilyen egyszerű, de nagyon nagyszerű kis eszköz. Ez egy anyatejgyűjtő, tulajdonképpen anyatejgyűjtő szilikon mellszívó, amit így a nyakatokba tudtok tenni, és utána, hát én most nyilván, hogy csak egy lufin tudom megmutatni, rá tudjátok cuppantani a melletekre, és ha nem lehettek együtt a babával, akkor anélkül, hogy erőkifejtésetek lenne, meg különböző eszközökkel kéne manipulálni, csinálja ezt az ingert. És gyakorlatilag meg fog jelenni az anyatejnek egy-egy cseppje. Na most, amikor az édesanyánknak, amikor már úgy jól beindult a tej, akkor nagyon sokszor, amiközben az egyik mellekből szoptatnak vagy fejnek, a másikból csöpög a tej. Most annak nem szabad a melltartó betétbe landolnia. És vannak ilyen tejgyűjtőkagylók, azok is jók, mert az abba is össze lehet gyűjteni az anyatejet, csak az a probléma, hogy a tejgyűjtőkagylóba lévő tejet nem lehet lefagyasztani. Az ilyen típusú mellszívókba, illetve anyatejgyűjtőkbe viszont igen, és utána bele tudjátok kicsöpögő tej, megmarad a kisbabának, és át tudjátok tölteni anyatejzacskóba, vagy bármilyen tárolóba, és ezt a tejet le is lehet fagyasztani, mert ez egy nagyon jó sterilizálható kis eszköz. Tehát, hogyha ilyen problémátok van, akkor gondoljatok rá, hogy ne a szemetesbe, tehát legyetek ennél, érezzétek, hogy milyen csodát termeltek az anyatejjel, mert az később akár a főzelékbe, bármiben jó lesz, hogyha nem lesz előbb rá szükség, de ha elmentek bárhova otthonról, és a baba otthon marad, akkor is lehet, hogy használni kell. Nagyon részletesen beszéltünk, ezért csak érintem, kérem szépen a következő diát, ezeket a speciális bimbókrémeket, aminél nem van többféle ezekből a típusokból. Ami a lényeg, amiről beszéltünk, hogy a lanolin az egy nagyon-nagyon jó dolog, és hogy az egy teljesen fehér színű, tehát színtelen, szagtalan, íztelen, és ezt a vizes speciális sebgyógyulást csinálja, tehát ha kipirosodik az első napokban a mellbimbótok, akkor nem elegendő az a csoda, amit mindenképpen alkalmazzatok, hogy minden szoktatás után bekenitek a melleteket anyatejjel. Az anyatej az immunanyagaival, az zsírosságával egy fantasztikus dolog. Tehát mindig kenjétek be, pucérkodjatok egy kicsit, hagyjátok rászáradni az anyatejet, és ez meg fogja védeni attól is, hogy a felszálló fertőzésetek legyen, mert nem tud, mert bevonja az egész bimbót. Ha viszont probléma van, akkor jön a lanolin, illetve akik nem szeretnének olyat, ami ugye ez birkagyapjúból, vagy birkagyapjú zsír, tehát ez aki nem szeretne ilyet használni, annak pedig létezik ilyen bimbó balzsam, ami egy rendkívül tiszta, szintén fehér, sok mindenre nagyon jó, például remek az embernek a kiszáradt ajkára, mint ahol én is tartok most. De minden egyéb a baba körüli dolgokra ezek használhatók, tehát hogyha nagyobb, általában a lanolinok meglehetősen drágák, viszont sokkal gazdaságosabb a nagyobbat megvenni, mert felébe kerül milliliterre, és azért ez ebben az esetben nem mindegy, viszont utána ezek olyan tiszták, hogy egy évig lehet használni, és akkor remekül tudjátok, a babán van egy szárazfolt, vagy kipirosodik a popia, arra is használni. Na, és akkor ugye a fránya bimbóvédő, ami a következő kérdés szokott lenni, hogy mikor kell, vagy be kell vinni a szülészetre. Hát én azt gondolom, hogy nem kell a babacsomag részének lennie. Vannak olyan helyek, ahol írják, de én azt gondolom, hogy nem kell.
ha szükség van rá, megint csak az a lényeg, hogy tudjátok, hogy miért külditek el a párotokat, hogy miért vásároljam. Ami a lényeges, hogy azok a bimbóvédők, amik ugye gyakorlatilag az a nagyon fontos, hogy nyúlékony legyen, és itt a felső felszínén mindenképpen legyen kivágva, hogy a kisbabának az orra ne a szilikonhoz érjen. A szilikon bimbóvédőket ajánlom én, mert előfordulnak latexből is, de én nem szeretem a cumit sem, a latexet és semmiből, és azt is megmondom, hogy miért, mert az ugye gumi, és nagyon sérülékeny. És azért a kereskedelem nem olyan megbízható, hogy biztos legyen az, hogy egy évig fiatalabb az a gumicumi, vagy az a gumi bimbóvédő, és akkor viszont nehogy baj legyen, hogy gyakorlatilag ugye kitörik belőle egy darab, és abból bizony baleset lehet. Tehát kérlek benneteket, hogy inkább a szilikont vásároljátok, ha szükséges. Mégpedig mikor fordulhat az elő? Mikor ilyen rátapadási nehézsége van a babának, nehezen tapad amerre. Van, amelyiknek egész hátul fog a szopóreflexe, olyankor is segítség lehet. Nagyon gyakran ajánlják koraszülött babáknál, ha nagyon erős a tejleadó reflex, akkor pedig azért, hogy csökkentse, hogy ne egyből ráharapjon a baba a mama mellére, és telespriccel a szája a tejjel, és fuldoklik, mert lemegy a torkáig. Van sok baba, akinek lenőtt a nyelve, és annak is segítség lehet, vagy ilyen rövid az ajakféke, és akkor is, tehát az gyakorlatilag majdnem olyan, mint a lenőtt nyelv. Na most, ugye beszéltünk róla, hogy ugye itt legyen mindenképpen kikerekített, és így egy mozdulattal tudjátok ráhelyezni a melletekre. Van olyan, ami itt is kikerekített, az nem mindig szerencsés, mert hamarabb kap fals levegőt. Na most ez ebből a csoda lanolinból, ha ide rákentek a szélére egy nagyon picikét, akkor ráfordítjátok, és itt rátapad a melletekre. Tehát nem az van, mint a, hogy rá kell tartanotok, mert amíg egy-két szívó mozdulatot a baba nem csinál, addig nektek kell ráfogni. Na most hát Siva Isten feleségeként kellene dolgoznotok, hiszen fogjátok a babát, próbáljátok irányítani a fejét. Vajon mi az ördöggel fogjátok, meg ugye vannak, akiknek nagyobb mellük van, és nem azért, hogy a babanak bedugítja a mell az orrát, hanem mert szeretne vele szemkontaktusban lenni, és akkor még el is kell fogni. És ugye miután a babák ritkán szoptatjuk ilyen jópofa kis pólyába, vagy így begyorcsozva a kis takaróba, ugyanakkor azoknak segítség, akiknek nyugtalan a gyerekük, meg próbál segíteni a szopásban, mert még akkor a kezét is meg kéne fogni. Na most ezt hogy az ördögbe csináljátok? És akkor még a bimbóvédőt is oda tartani, tehát ez nem megoldható. Na most, amit jó, ha tudtok, ugye ezekből van mini, meg normál, vannak olyanok, amikből még többféle méret van, de ennél több nem kell. Meg 2 kiló fölötti babánál már nem kell a minit venni. Tehát erre gondoljatok, mert annak már olyan a szája is, hogy a normál az jó. Amik vannak ilyen elles bimbóvédők, azokkal óvatosan, mert azok általában olyan nagyok, hogy nagyon sokszor buknak miatt a babák, és nem úgy buknak, hogy szükséges, hanem azért, mert nagyon lecsúszik a hátra a szájukba. Úgyhogy ez csak akkor barát a bimbóvédő, ha okkal használjátok, mert csak azért ne használjatok bimbóvédőt, mert azt mondják, hogy vigyetek, hanem csak akkor, ha ok van rá, és akkor barát lesz a bimbóvédő. Majd le lehet róla szoktatni a babát, amikor már jól megtanult szopási készség van, és akkor, amikor nem nagyon éhes, egy mozdulattal egy kicsit elbambulászik, bedakjátok az ujjatokat a szájába, és egy mozdulattal leveszitek, és általában észrevétlenül utána újra szopik tovább. De vannak olyanok, akik éveken keresztül szoptatják, tehát akár 2 éves koráig is a gyereket, vagy még tovább, és végig bimbóvédővel, mert annyira érzékeny a mellbimbójuk. Van olyan ismerősöm, aki 3 gyereket szült, és 3-at szoptatott tartósan, és mindig egyetlen egyszer megpróbálta abba adni mindegyiknél, és mindig nagyon durva bőrsérülése lett. Ilyen az élet.
akkor van rá megoldás, és nem azon gondolkodunk, hogy mert fáj, mert probléma van, hogy abba adjuk a szoptatást, hanem akkor hozzányúlunk a bimbóvédőhöz. Tehát a mellápolásnál egy ilyen mellápolás egyszer egy, hogy mindig a kezünk tiszta, rá is mehetünk erre az ábrára, ami különösebbet nem mutat, tehát mindig tiszta kézzel, ha szükséges, nem elég az anyatej, akkor használunk valamilyen 100%-osan tiszta, nem színes, nem szagos, nem ízes bimbókrémet, a mellet tudjuk melegíteni, és nagyon fontos a jó melltartó betétnek a használata is. Hogyha rámegyünk a következő ábrára, ami az egyik legfontosabb, akkor csak, és ezeket a diákat is felrakja a Doroti a holnap vagy a holnap utáni napon, tehát nem kell most betanulni, de rengeteget információt tudtok belőle szerezni. Látjátok, hogy melyik életnapon körülbelül milyen a minimális elvárt szopás száma, és milyen a súlygyarapodás, és látjátok, hogy ugye súlyesés van. Ez a maximum 10%, ami még élettani, ez nem az első napon van, csak ugye nem annyira lehet ez részletesen, hanem a harmadik nap után már stagnálni kell, meg kell álljon a súlyesés, és a maximum, ami még élettaninak mondható, az, hogyha 10%-os. És utána elindul egy ilyen lassú súlygyarapodás. Tehát ez azt jelenti, hogy napi 10-20 g, utána elkezd emelkedni, de nem minden nap nő, és akkor utána egy 20-25 g, stb. De majd a következő alkalommal, Klárival együtt át fogjuk veletek beszélni a babák súlymérését, súlygyarapodását, de nem őrülünk bele, attól nem lesz több anyatej a gyerekbe. Ha a gyerek jól van, ha a kis újszülöttetek mosolygós, jó tónusú, itt van fönn a kutacsa, nem beesett a kis kutacsa, jó kis éber, szopizik, akkor nem kell aggódni, és nem kell méregetni, és megfelelő ször, pisil, kakil, minden alkalommal elmondom, és itt látjátok is, hogy van én nekem egy kiadványom, ez a te is szoptas, amit a szülészeteken kellene, hogy megkapjatok. Kérlek benneteket, hogyha nem sikerült megkapnotok a szülészeten, akkor próbáljátok a Minimanóból elvinni, mert az egyetlen baba volt, ahova odaadtam, mert egyébként ugye a szakemberek kezében van, de hát ugye, ha nem tudtok bemenni, ha nincs semmilyen vizsgálat egyéb, ami bent történik a kórházba, akkor egyébként nem tudtok hozzájutni. Aztán utána majd adjátok oda a másik édesanyának, teljesen ingyenesen tudjátok megkapni ezt a kiadványt, amiben pontosan benne vannak ezek a dolgok a babáknak, hogy mennyi pisis kakis pelenke van. Az első nap egy pisi van, egy kaki van, mert spórol a baba. Tehát kérlek benneteket, hogy figyeljetek rá. Ha koraszülött gyenge babátok van, akkor pedig ugye nagyon még fontosabb, mert teljesen más a koraszülött édesanyának a teje. Más az összetétele. Azokat az anyagokat tartalmazza, és zsírdúsabb, hogy minél kevesebb elég legyen a babának. Úgyhogy nagyon fontos, hogy akkor az a baba rengeteget legyen mellen, nagyon sokat legyen bőrkontaktusban, vagy apukával szőrkontaktusban, hogy minél kiegyensúlyozottabb legyen, és minél jobban fejlődjön. Ilyenkor sokszor kell segítség az első merre helyezéseknél, és ilyenkor szokták a mini bimbó védőt is ajánlani. Stressz, kimerültség, félelem rendkívüli módon csökkenti az anyatej ürülését és a termelődését, és a babára ráragad a ti idegességetek, teljes még a szimbiózus, hiába szültétek meg. Ha ti idegesek vagytok, kedvetlenek vagytok, a baba is ideges lesz és ordítani fog. Tehát próbáljatok, és drága fiúk, próbáljatok anyukáknak all inclusive ellátást és nyugalmat biztosítani, hogy ez a csodálatos időszak minél zökkenőmentesebb legyen. Ha koraszülött a baba, vagy valami miatt tartós szoptatásra kell berendezkednetek, akkor a dupla melszívó,
ami javasolt. Én most nem fogok erről részletesen beszélni, de azt majd elmondom, hogy mi szakmailag, míg amire figyeljetek, akkor viszont a dupla melszívóval remekül ki tudjátok üríteni a tejet, és tartós fejés után is megmarad a megfelelő mennyiség, és tudjátok fokozni a baba igényeinek megfelelően, és utána, amikor a baba már elég erős lesz, akkor könnyedében tudjátok merre helyezni. Ami nagyon fontos a melszívóknál, hogy ugye mehetünk a következőre, hogy legyen ilyen stimuláló üzemmódjuk, ami azt jelenti, hogy ilyen gyors, kiserejű szívásokkal beindítják a tejleadó reflexet, ugye, hogy elindítják az oxitocin termelését, amiről már beszéltünk, hogy az eljusson a tejtermelő sejtekhez, és össze tudja húzni a falát, és ezek nem fájhatnak, mert ha fáj, akkor abból nagyon nagy gond van. Aki megengedheti magának, annak ajánlott azért az elektromos melszívó, mert arra nem kell odafigyelni, hanem beállítjátok a babához a leghasonlóbb szoptatási, fejési ritmust, és akkor az fejés közben mást is tudtok csinálni, mert ahogy beszéltünk róla, az sosem lesz örömteli esemény, és figyeljetek, hogy minél kisebb motorral, minél logikusabb legyen az, és minél könnyedebb a működése, és most már ugye vannak olyanok is, amik ugye powerbankkal is üzemeltethetők, tehát nyugodtan tudjatok menni a nagymamához, máshova most olyan nagyon nem tudtok, szegénykeim, de hát a nagymamához is csak akkor be van oltva, és nem csavargos, hogy nehogy véletlenül a beoltott ember vigye rátok a koronavírust, mert ő ugye nem beteg, csak azért hordozó lehet, úgyhogy nem akarnak benneteket riogatni, majd csak elmúlik ez a fránya dolog. A WHO is meghatározza, hogy milyen a jó melszívó, az a jó melszívó, ami nem okoz fájdalmat, ami hatékony, ami utánozza a babának a szívás erősségét. Arra nagyon figyeljetek, hogyha lehet olyat vegyetek, aminek tehát van stimuláló üzemmódja, és gyakorlatilag nem csak, hogy stimuláló üzemmódja van, hanem olyan tölcsére, ami puha, vagy ilyen gumiperemű, és hogyha rámegyünk a következő diára, akkor látjátok, nem ez, hanem az azt követő, bocsánat, itt egy kicsit összekeveredtünk benne, az az én hibám, amihez sok méretű szívótölcsér is van, de legalább több méretű, mert nem egyforma a mell. És ahogy nem járunk egyféle cipőbe, ugye ez is sokkal hatékonyabb az, hogyha a baba gyakorlatilag a kismel, a baba tudja, hogy hogy kell bekapnia. De ugye, hogy a szívótölcsérnél sérülést okoznak a rossz tölcsérek, és nem tudjátok hatékonyan lefejni, ha nem megfelelő méretű, hát itt már a bőség zavara van ennél a termékcsaládnál, de azért ki lehet következtetni mindenkinek a melltartó méretéből, hogy körülbelül milyen kell. Na most visszamegyünk a szoptatásbarát itatásra, mert ez rendkívül fontos. A szoptatásbarát itatóknál beszéltünk róla, hogy ugye akár még azt a módszert is lehet alkalmazni, hogy anyatejet felszívjuk fecskendőbe, de vannak ezek a spiliszpun gyógyszeradagoló kanál, illetve a svéditató pohár, amiket pedig ezt a hosszú csőr rákerül a babának a nyelvére, és akkor így gyakorlatilag ez egy kilöttyenés mentes pohár, és akkor így, ahogy ráteszitek a kisbabának a nyelvére, ez nem löttyenít ki, nem blugyogtatjuk, hanem hagyjuk, hogy a baba a saját tempójába igya ki belőle a tejet, és ezzel iszik, és nem dudlizik. Na most, ha pici a mennyiség, akkor nem lehet ezt se használni, mert a cumisüveget se, akármilyen, mert akkor rákenődik az egész csak a szélére. És akkor ilyenkor vannak ezek a kis tüncsi, például ez egy kis spiliszpun gyógyszeradagoló kanál, ami olyan, mint egy kis hernyó, kis lábacskákon megáll, és ebbe bele tudjátok nyomogatni
az anyatejet, és ráteszitek a kisbabának a nyelvére, és ebből is megérzi, nagyon jó pofák. Mikor itatok gyereket, újszülöttet, egész másként viselkedik, de szerencsére én csak megfigyeltem azt, hogy én nekem még nem volt olyan pekem, hogy tápszerrel kelljen itatni. Nagyon jó pofák megszaglásszák, és bekapják, és cummognak vele egy kicsit, majd, hogy föl is fújják, ilyen kis habot csinálnak belőle, és utána sokkal dinamikusabban, gyorsabban megisszák, mint a cumis üvegből. És nem keverednek meg vele. Na most itt pedig, ugye ez csak lenyalogatja, de ebből is lehet akár 10 milliliternyi pótlást is adni. És a későbbiekben, amikor ugye a nem is későbbiekben, mert azonnal kell A meg D-vitamint adni az újszülötteknek is, akkor ide belecsepegtetitek, és le tudjátok rakni, mert nem ér le a pultra, és akkor gyakorlatilag a karotokon a babával felveszitek, és akkor oda tudjátok adni, és nincs keveredés, hogy most meg nem borul fel, mint ahogy a kanál. De persze a kanalak is jók, csak ne legyenek a kanalak, fémkanalak, mert az nagyon-nagyon rossz. Meg másodpercet rászánok erre a kanára, mert ez nagyon-nagyon jó pofa. Ez szilikon, azok a legjobbak, és nem is fogyókúrás, amikor ebbe is bele lehet tenni mindenfélét, és utána jó lehet vele etetni a gyereket, és ő magát is tudja, mert ezt így meg tudja fogni az apró kis kezével, és amikor ti etetitek, akkor van egy ilyen meghosszabbítása, csoda jó pofa, és amikor mentek csavarogni, akkor meg higiénikusan el tudjátok vinni. Na, de hát ez csak egy játék, mert bármilyen kanál tökéletesen megfelelő. Ahhozszeket megbeszéltük, az anyatejnek minden gramja aranyat ér, és az anyatejet el kell tenni későbbi felhasználásra. Akármilyen dolgokban nem lehet eltenni az anyatejet, mert az anyatejet sterilbe kell a méhhűtőbe helyezni. Vannak ugye rengetegféle anyatejzacskó, nézzétek meg, hogy jó vastag legyen, 100% steril, tehát ezt kívülről lehet látni, meg sajnos az árából is, hogy megfelelő-e, és akkor ez mindaddig steril, amíg nem tudom, hogy tudtok-e mutatni, amíg ezt itt körbe le nem tépitek róla, és utána lehet csak kinyitni, tehát akkor fogja majd csak elveszíteni, de egy kívülről remekül ki tudom nyitni, és nem nyúlkálok bele. Na most a jó melszívóknak van ugye saját anyatejes zacskójuk is, és akkor ebbe mindjárt bele tudtok fejni, ami nagyon sokat könnyít az életeteken. Hát ezt itt közben ugye leamortizáltam a fejrészét, de nem érdekes. És akkor gyakorlatilag majd utána befele fordítjátok, és könnyedén ki tudjátok venni, és tudjátok benne tárolni az anyatejet. Az anyatej tárolása és felolvasztását nagyon precízen kell csinálni, mert ez egy nagyon precíz munkát igényel. Itt látjátok, hogy attól függ főleg, hogy mennyi időt lehet eltenni, hogy milyen a ti hűtőszekrényetek. Hát megint kérem, hogy vigyétek el a kiadványt, és akkor, vagy kérjétek el a szülészeten, és akkor ezeket is, és minden alapot olvassatok el, mert most ugye ez nagyon fontos, hogy most információtok legyen. Az anyategygyűjtő szilikon melszívót, amit a következő, azt az előbb elmondtam, tehát ezzel most nem kell újra foglalkoznunk, és akkor még pár gondolat a gyermekágyas időszakról, és utána jöhetnek a kérdések, és akkor a COVID rész pedig majd megnézitek. A gyermekágyas időszakban ugye a szervezetetek visszaalakul a várandóság előtti helyzetére. Így, ami a legfontosabb a nemi szerveknek a változása. Ezek közül van, ami a legfontosabb, hogy a méhetek visszafejlődik. Ugye abból a pici körtéből ugye lett a nagy, ami ugye magában foglal egy ilyen jó 11-12 kilós súlyt, hogyha 3 kiló körüli a gyerek. Tehát ugye utána ezt vissza kell fejlődnie. Közvetlen szülés után, az első napon, mint egy kemény golyót úgy ki tudjátok tapintani a köldökötök magasságába. Odaadom Klárinak a babácskát.
és tehát itt a köldökötök magasságába érzitek, meg tudjátok fogni, mert kemény. Na most, és minden nap egy-egy újnyival fog lejjebb süllyedni, ahogy egyre jobban húzódik össze. És utána a szülést követő 10. naptól már nem tudjátok, még akkor is nagyobb, de már akkor ugye a csont alatt van, tehát nem tudjátok kitapintani. Ugyanez jelzi, hogy milyen a vérzés, illetve a gyermekágyi váladék hogyan változik, ami ugye a méhből ürül, a méh lepény helyéről. A szülés után közvetlen, és az első napon főleg, de utána még a második napon is lehet eléggé erős. Ilyenkor vannak itt a minimanóban is mindenféle jó dolgok, jó nagy betétek, jégbetét, mindenféle, amivel tudtok magatokon segíteni, és bőmenstruációs mennyiségű vér ürül, de erre szükség van, mert annak ki kell ürülnie. És miközben szoptatok, fogjátok érezni, hogy még jobban, főleg, ha másodszor, harmadszor szülők vagytok, mert akkor ilyen ritmikusan húzódik össze a méh, az először szülőknél meg ilyen tónusosan. De fogjátok érezni, hogy akkor sokkal több váladék ürül, tehát ezek a csodás szoptatás, ez a csodás anyatejtermelődés közben, az oxitocin összehúzza a méh falát is, ugyanúgy, mint a szülésnél, és kiürül az a sebváladék, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az kiürüljön. Aztán a második, harmadik naptól már tisztul fölfelé, tehát akkor utána már ilyen sárgás lesz, majd ilyen fehér folyássá válik, és gyakorlatilag aztán már az negyedik, ötödik hét körül már nincsen semmi az esetek nagy részében. Még néhány szót a sportról. Nem, most nem is tudtok, tehát most nem kunst megállni, hogy nem ilyenkor kell maratont futni a szoptatási idő alatt, tehát nem kell lemondani a mozgásról, de inkább olyanokat csináljatok, ami kíméletesebb, mert az a cél, hogy ugye azért az anyatej minél jobban meglegyen, tehát nem kell lemondani a séták most is, attól függetlenül, ugye, hogy főleg, ha olyan területen laktok. Sajnos, ahol ugye folyamatosan maszkba kell lenni, meg smog, hát az azért nem annyira szerencsés, de hát ilyen az élet. Tehát nem csinálunk versenysportokat ilyenkor, hanem fókuszálunk, hogy kevésbé intenzíven, és nem, de nem kell lemondani róla. Nagyon-nagyon ajánlom a Baba-mama tornát, reméljük, mert az csapatépítő is, hogy most, ameddig meg lesz a babátok, és eljut abba az életkorába, akkora már ő lesz a súlyzó, és azt a csodát meg tudjátok élni, hogy együtt lehettek. Hát a szexről annyit, hogy ugye amiatt, hogy ez a sebváladék, ez tele van kórokozókkal, ezért gyakorlatilag a szex 5-6 hetes baba mellett lehet csak úgy igazán elkezdeni. Sajnos ez így van, mert ugye apára is vigyázni kell, mert ő neki is lehet felszálló fertőzése és mindenféle gondja az ideje korán elkezdett szextől. És hát itt jön az a része is, hogy drága apukák, megint a türelmetekre van szükség, ugye a szoptatás alatt is, a várandóság alatt is dübörögnek a hormonok, és hát itt a szoptatás elején meg végképp dübörögnek a hormonok, úgyhogy ne haragudjatok anyára, hogyha nem vágyik annyira, a szexre egy kicsit beszűkül a látóköre, érzékenyebb sokkal a mellbimbó, és hát gyakorlatilag, ami még nagyon fontos, hogy tudjátok róla, hogy csak akkor legyen védekezés nélküli szex, amikor majd lehet, ha nem érdekes, hogyha terhesek lesztek. Mert csökkenti ugyan a fogamzásnak az esélyt, de egyáltalán nem igaz, hogy a szoptatás az fogamzásgátló teljes mértékben. Nagyon-nagyon sok minden feltételt kell kielégíteni ahhoz a szoptatásnak, hogy nagyon jelentősen legyen terhesség megelőző hatása. Ezek is mind benne vannak a kiadványomban, ha csak lehet, forgassátok.
És hát akkor a koronavírust pedig nem kezdeném el, mert akkor azt pedig meg tudjátok nézni, akit érdekel. Nagyon ajánlom, mert nagyon sok gyakorlati dolog van benne, ami nagyon fontos, amit összefoglalóan a koronavírus fertőzés csak abban az esetben teszi kontraindikáltá a szoptatást, hogyha az édesanyja állapota nem engedi meg. Tehát egyébként szoptatunk, és ha közbe kapja el a koronavírust, akkor is. Tehát ugye az sajnos most akkor evidensnek kell lenni, hogy a szoptatásnál maszkot kell hordani, mert védenetek kell a saját babátokat is, hogy ne kapja olyan intenzíven a vírust, tehát azt a megelőző tudomásról kell venni. Az összes többi ismeret benne van, amit én így összeszedtem, úgyhogy legyetek kedvesek megnézni, hogy ahogy választ kapjatok arra sok-sok dologra, ami most foglalkoztat benneteket. És akkor rá tudunk térni a kérdésekre. Remélem, hogy van. Igen, úgy látom, hogy azért bombáznak a kismamáink a kérdésekkel. Nagyon szépen köszönjük, Julika, azért azt gondolom, hogy ez most megint egy olyan összefoglalás volt, ami borzasztóan hasznos, de azért még itt a lányokban beszorult egy-egy kérdést, úgyhogy olvasom is gyorsan. Csatáriné Rád Szabó Hajni, 35 hetes kismama, és kenheti el Anolinnal a bimbóját, mert a helyi védőnője tiltja, mert szerinte beindíthatja a szülést. A védőnő kolléganő összekeveri avval, hogyha dörgölgetitek a mellett, ez egy laza, épp hogy érintve bekenés, tehát nem dörgölgetjük a mellbimbót, mert ebben teljesen igaza van. Ugye szigorúan tilos a mellbimbóhoz nyúlni, nincs ez, hogy mellbimbót edzem, dörgölgetem flotírtörölközővel, nem használunk olyan bimbókiemelőt, tehát békén hagyjuk a mellbimbót, teljesen ebbe igaza van a kolléganőnek. Ha száraz a bimbód, akkor légy szíves, kezd el kenni, mert az kell, hogy puha, hidratált legyen. A Bécsi út másik oldalán, nyugat-európai országban egyéb 35 éve csinálják ezt. Hát Magyarország ilyen. De mindegy. Ha nem száraz, akkor a szülés előtt jó egy kicsit fölpuhítani, felhidratálni, akkor a szülés előtt egyszer-egyszer, ha bekened, érzed, hogy milyen jó érzés, de ha viszket és húzódik, akkor és száraz a bőre, meg fogjátok érezni, hogy egy alkalom után is, ugye, ahogy megbeszéltük, rátesztek egy melltartó betétet utána, és a következő zuhanyig úgy marad, és meglátjátok, hogy remekül fog működni, mert ugye ehhez, hogy ezt a két-háromszorosára nyújtsa a baba, összepréseli, és ezek a mozgások, hogyha egy száraz bimbó van, akkor ki fog repedni, és problémás lesz. Tehát, Lika, én igen? Azt szoktam tanácsolni a kismamáknak, erősíts meg, hogy jó ez, tehát nem dörzsöljük, hanem mintha testápolóval kennénk magunkat. Pontosan. Csak helyesen, lazán, lazán rá, nem dörzsöljük. Egy ujjal rá. Hát hozzáér minden, hát most ez, sőt, hogyha ráteszed ugye a melltartó betétet, még az is egy puha dolog, tehát még, a ruhának az irritációját is ugye visszafogja, és még puhábban van, tehát ez egy, ennek csak egyszerűen ez a módja. Gabi azt kérdezi, hogy érdemes-e már a kórházba bevinni a mellszívót. Mi a véleményed erre? Csak arra az esetre gondoljatok, tehát hogyha csak akkor, ha nem lehettek együtt a babával. Mert az első egy-két napban egyébként, ha együtt lehettek a babával, nem kell fejni. A fejés akkor merül fel, amikor ha túl erőteljes a tejbelövelés, vagy ha nem lehettek együtt a babával, hogy ez az inger legyen. Gyakorlatilag nem muszáj megvenni, hiszen egy nap alatt lehet rendelni, vagy ugye most még nyitva vannak a bababoltok, meg lehet venni. Az a lényeg, hogy döntsétek el, hogy mit vesztek. Mert az a nem mindegy, hogy mit vesztek, mert olyat kell venni, ami tartós, ami megbízható. A legjobbak azok, amik orvostechnikai eszközök, de ezekről azért nem beszéltem részletesebben, mert kedden, ugye, jól mondom? Igen, jövő héten kedden lesz egy adásunk, amikor eszközökkel segítünk nektek. Tehát itt most láttátok az elméletet, az elméleti
felkészülést, és jövő héten pedig kedden ki fogjuk vesézni alaposan az eszközöket, hogy mely eszközök segítenek ebben, amikről most itt Julikával értekeztetek, és abban fogunk nektek tanácsot adni, hogy hogyan tudtok ezek közül választani. A szilikon bimbóvédő, bocsánat, mert ugyanebbe a kérdésbe van benne, ott pedig, ahogy megbeszéltük, hogy nem használjuk eleve, csak akkor, ha szükség van rá, de akkor viszont nem szabad nem használni, hanem akkor igen, és ha nem megy a szoktatás, akkor meg kell próbálni. Aval, mert lehet, hogy az, hogy ez egy kicsit hosszabb, lehet egy pici bimbó, vagy egyéb probléma, amiket végigbeszéltünk, és akkor átlendít ez benneteket, tehát akkor viszont hozzá kell nyúlni a bimbóvédőhöz, és nem az, meg hogyha nagyon érzékeny a bimbó, nem a szoktatás befejezéséről gondolkodunk, hanem hogy tudjuk megoldani, hogy szoktassatok. Visszautalva az előző gondolatra, ami majd kedden is lesz a keddi adásunkat felvezetve, azért ne felejtsétek el, és nézzétek az oldalunkat, mert kuponakciónk is van, illetve van egy heti olyan akciónk, ahol jelentős kedvezmény van a Lanzinok és a Kleva Mama termékekre, tehát ezt érdemes lesz figyelni és kihasználni, jó, mert nagyon-nagyon jelentős mértékű kedvezmények vannak, és természetesen azért ezek a termékek bizonyítottan nagyon jó minőségűek. Igen, ezek orvostechnikai eszközök, és azt kell tudni az orvostechnikai eszközökről, hogy azok nagyon megbízható minőségűek, mert ezeket folyamatosan csak minőségbiztosított gyárba, és folyamatos, nagyon szigorú ellenőrzésen azonnal elvesztik a gyógyászati segédeszköz, illetve orvostechnikai eszközbesorolásukat. Tehát arra mindig figyeljetek meg a céljelre, hogyha lehet, hogy olyan legyen rajta, mert az is a minőségnek a jelzője. Pásztor Erika azt kérdezi, hogy a fagyasztott anyatejet hogy a legpraktikusabb kiolvasztani? Ha az a legpraktikusabb, ha beteszed a sima hűtőszekrénybe, és egyenletesen olvad ki. Mikrózni nem szabad, mert ha mikróba rakod, akkor az nem egyenletesen olvaszt, hanem ugye a külső részén magasabb hőfokon, és akkor tönkreteszi az anyatejet. De ez is teljesen részletesen benne van a kiadványban, hogy próbáljatok hozzájutni, de ez a lényege, hogy minél lassabban olvasztani, arra a legjobb akkor a hűtőszekrény, de lehet vízfürdőbe beletenni, tehát beraktok egy kis edénybe, ami körülbelül, amiben így bele tudjátok állítani mondjuk az acskót, vagy a cumisüveget, illetve az anyatejtárolót, és akkor tulajdonképpen az a lényege, hogy beleteszitek egy langyos vizes edénybe, és abból szépen, abban egy kicsit gyorsabban kiolvad. Kicsit melegebbe lehet tenni akkor, hogyha valahogy elcsúsztatok a dolgokkal, és szükség van hirtelen az anyatejre, illetve vannak ilyen kiolvasztó funkciói a bébi étel melegítőknek is, és akkor abba is meg tudjátok melegíteni. Az a lényeg, hogy ne érje nagy meleg az anyatejet, mert az akkor, tehát nem lehet ilyen 80 meg 100 fokos hőmérsékletekbe rakni, mert tönkreteszi a vitamin tartalmát és egyéb összetevőit. Tehát nagyon fontos, hogy inkább a szobahőmérsékleten is ki lehet, hogyha úgy adódik, de utána ugye egy belátható időn belül meg kell etetni a gyerekkel, és nem lehet visszafagyasztani. Zsófi azt kérdezi, hogy az anyatejtároló zacskóba lehet az anyatejet fagyasztani? Hogyne. Persze. Meg szárítani, tehát olyan anyukák például jusson eszükbe, hogyha koraszülnek, és vinni kell a gyereknek a tejet. Tehát akkor is például nagyon jó, mert rá is tudjátok írni az anyatejet zacskónak ide a felső részére, rá tudjátok írni a fejésnek a dátumát, az anya vagy a babának a nevét, és gyakorlatilag, hogyha beviszitek a kórházba, ott nagyon fontos, hogy azonosítható legyen. És ugye légmentesen lezár, tehát mindig figyeljétek meg, hogy két ciplokja legyen, és az a lényege, hogy olyan legyen az acskó, mert van olyan is, amelyiknek ugyanolyan erős a belső ciplokja, mint a külső, és ennek következtében csak úgy tudjátok kinyitni, hogy így belenyúltok. Na most hát akkor annál már annyi a sterilitásnak, tehát van sok buktatója, de hát próbáljátok megkérdezgetni a többiektől is, hogy van, és ilyen vastag anyagúnak kell lenni, és lehetőleg minél jobban megerősítetnek, mert annál borzalmasabb nincs, mint amikor a kincset érő anyatej kifolyik. Tehát annak az elvesztése az nagy bőgést tud kiváltani az anyukákból.
még saját magamra is emlékszem, hogy milyen borzasztó érzés volt, amikor valami miatt kifolyt a tej. Adrián azt kérdezi, eleve bocsánatot kér, hogyha butaság, de nincs butaság, hogy a tejgyűjtő kagylóban összegyűlt tejcsit, ami kicsöpög a szoptatás alatt, miért nem szabad fagyasztani? Azért, mert ahogy rajta van a melleden a kagyló, akár csak 20 percig is, ugye a melleden van, tehát már veszti az egész a sterilitását, és pluszba iszonyatosan gyorsan szaporodnak benne a kórokozók. Tehát egy 20 perc, fél órás szoptatás alatt egy csomó kórokozó lesz az anyatejbe, és nagyon fontos, hogy ne fagyasszunk le olyan tejet, és ne gyűjtsünk össze, meg lehet etetni a gyerekkel. Tehát, hogyha egy napon belül megetetitek a babával, de akár kettő, és berakjátok csak a hűtőbe, az rendben van. De amit fagyasztunk, annál nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy, és utána olvasgatunk, tehát az annyira sok mindenem megy át, meg ugye arról nem tudtunk beszélni például, hogy nem szabad a mellett például fertőtleníteni. Legfeljebb, hogyha szöszmötös, rosszabb melltartó betétet használtok, akkor leöblíteni. Tehát a melletek nem steril, de nem baj. De azért kell az eszközöknek, hogy sterilek legyenek. Az anyatejkagyló egyébként egy tökéletesen jó megoldás erre, ha belátható időn belül megkapja a baba, és nem fagyasztjátok, fagyasztásra nem alkalmas. Emiatt, hogy ott nagyon gyorsan elszaporodnak, hiszen a melleteken van 37-38 fok is így bezárva, tehát ugye a melltartó betétbe együtt, de 37 fok körüli hőmérséklet biztos van, és akkor ott nagyon-nagyon gyorsan szaporodik a kórokozó. Zsófi azt kérdezi, hogy ha szoptatás után lefejem még a maradék tejet kiürítés céljából, akkor nem fog begyulladni a mellem? Gyakorlatilag, ha a mellen elzárodnak a tejcsatornák, és kórokozó jut fel, úgy jön létre, tehát van előtte egy tejpangás, és úgy jön létre a gyakorlatilag a mellgyulladás, hogyha ahhoz még kórokozó is kell. Tehát, hogy tartósan ott van a tejpang, de a kórokozó, tehát nem ürül, amiközben érzitek csomós a melletek, hogy egyszerűbben fogalmazza meg. Viszont a kórokozó a mellbimbóról, főleg olyankor szokott előfordulni, hogy kórokozó, amikor sebes a mellbimbó, tehát ott eleve van egy csomó kórokozó. Feljut, és ott a pangó tejbe gyorsan, ugyanolyan gyorsan szaporodik, és olyankor tud mellgyulladás létrejönni. Na most ez egy húzd meg, erezd meg játék, mert az igény szerinti szoptatásnál nem biztos, hogy szükség lesz fejésre, semmiképp sem valószínű, hogy rendszeresebb. Viszont, hogyha azt érzitek, hogy kezd egy kicsikét olyan húzós, olyan kicsit köteges, vagy nagyon duzzadt, akkor nem szabad késlekedni, akkor le kell fejni, ki kell masszírozni, megfogjátok itt alulról, és így az ujjatok a lazán, soha nem nyúlunk durván a mellhez, apa is segíthet, de nem a férfi erőt adja bele, hanem szépen, ügyesen görgetgeti és segít, és utána simítjuk, mert azt nem szabad, hogy gyakorlatilag, hogy a mellett megnyomni. Na most, hogyha nincs ilyen tünet, akkor nem muszáj fejni, vagy ha nem kezd el csökkenni az anyatej mennyisége, mert akkor fejünk minden szoptatás után. Tehát ugye először mind a két mellből szoptatunk, utána már csak egy mellből szoptatunk, mert hogy azt jól ürítse ki, és a következő szopásnál lesz, és aztán utána megint jöhet olyan időszak, amikor mind a két cicire szüksége van már. De akkor se biztos, hogy kell fejni, mert azért van két mellünk, hogy akkor ott elegendő a babának. Tehát nem biztos, hogy ha nincs gond, akkor mindig mind a kettőt kell, amiket elmondtam, akkor kell mind a kettőt, és nagyon fontos, hogy jól kirakmározza a méből, mert nem lehet az, hogy akkor a baba bent hagyja a zsírdús hátsó tejet, ami ott hátul van, mert már a múltkor is mondtam, hogy előürül a szomjoltó első tej a leveske, utána ürül a főzelék a husikával, és legvégül ürül a nasi, a zsírdús hátsó tej, a torta. És azhoz hozzá kell, hogy jusson.
És ezért nem kell egyébként a gyerekeknek, ugye, ha meleg van, vagy ha oltást kapnak, hőemelkedésük van, lázuk van, nem kell adni semmiféle plusz folyadékot a csecsemőknek, hanem akkor gyakrabban fog cicére kéreckedni, a szomját fogja oltani, nem fog jól lakni, csak mindig az első tejet fogja leszopogatni. Köszönjük szépen. Dalma kérdezi, hogy fibromákkal is lehet-e sikeres a szoptatás? Hát ugye így túl általános, de egyébként igen, de ugye hát azért az a különböző, nagyon sok mindentől függ, de egyébként igen. Tehát azért az nem azt jelenti, hogy akkor nem lesz rendben a szoptatás, csak hát ugye akkor azért több minden odafigyelésre van szükség. Hajné azt kérdezi, hogy ha az egyik cici elég egy evésre a babának, akkor a másikat le kell lefejni, vagy legközelebb a másikból kell letetni? Ugye a második, akkor legközelebb a másikból kell letetni, hogy jól belakározza a zsírdús hátsó tejet is, és nem kell, mert nem olyan szintre akarjuk szaporítani a tejet, hogy utána meg az legyen a probléma, hogy túl sok. Tehát nem kell okvetlen beleavatkozni fejéssel, de akkor ugyanúgy hozzá kell nyúlni a fejéshez, mint ahogy a bimbóvédőhöz is, de csak indokolt esetben. Fanni azt kérdezi, hogy ha a maradék tejet lefeji, és cumis övekből adja a babának, nem emellett még szoptat is, összezavarja-e a babát? Ha van elég tejed, akkor azt tegyétek el azt a plusz tejet, amit lefejtél. Mert nem akkor termelődik az anyatej, amikor nem készen áll az anyatej, hanem akkor termelődik, amikor szoptatsz. Tehát teljesen felesleges a gyereket a cumihoz hozzányúlni és cumira szoktatni, hanem akkor szoptasz meg újra. És minden rendben lesz. Tehát az anyatejet tedd el, mert nagyon jó lesz az a későbbi időszakokból, meg elmentek valahova. Elmész egy fodrászhoz, vagy egy kozmetikushoz, beszorulsz egy kicsit, akkor van mihez nyúlni, és tudják mivel megetetni. Meg utána mondom, hogy még akár a főzelékekhez is jó. Jön egy náthás időszak, egy egyéb probléma, tehát nagyon fontos megőrizni. Nem kell utána cumis üvegből megetetni, mert, és ha mégis valami miatt úgy alakul, akkor ezeket is majd meg fogjuk mutogatni, hogy mi fontos a cuminál, de mindenképpen a legkisebb lukú, vagy az egy lukú cumival, semmiképp sem, tehát amivel dolgoznia kell, de nem kell hozzányúlni a cumihoz, ha nem muszáj, és ebben az esetben nem muszáj, hanem szoptassad, és tedd el az összegyűjtött anyatejet. Gabi azt kérdezi, hogy ha már sérült a mellbimbója, a lanolinon kívül van-e még valami, ami segíti a gyors regenerálódást? Hát gyakorlatilag ugye az, hogyha más testhelyzetbe rakott például merre, mert az is nagyon jó hatású lehet, nagyon meg kell figyelni, mert az szokta okozni a mellbimbónak a kirágását, amit most itt az elején rendkívül részletesen elmondtam, hogy nincs a baba teljesen szembe és végig az egész szopási időszak alatt, hanem oldalról csimpaszkodik, mert neki kell, mint a kis vércsék olyanok. Tehát végig kell gondolni, hogy hol van a hiba, mert ezzel lehet rajta segíteni, és hogyha onnan ürül, és ott dolgozik, ahol a babának az álla, a nyelve van, onnan ürül ki a legtöbb tej. Tehát mindig gondoljatok erre, és akkor annak megfelelően, hogy melyik testhelyzetbe rakjátok merre, elkérem egy pillanatra klárító a babát, mert például, ha megmutatom nektek, például a hónajtartásban, látjátok, itt van a babának az álla és a nyelve. És innen fog, ebből a részből fog a legjobban kiürülni. Ha a dőj hátra és szoptas, akkor pedig itt az alsó rétegekből. Gondoljatok erre, rakjátok minél több testhelyzetbe merre a gyereket, hogy mindenhonnan kiürítse. És ha valahol csomót éreztek, akkor pedig próbáljátok úgy rakni, hogy arrafele nézzen az álla. Mert ott dolgozik a nyelve, és onnan ürül ki legjobban. Ez rendkívül fontos, és nagyon köszönöm neked, hogy rákérdeztél, mert ma, ugye itt ebbe a sietésbe elfelejtettem. Ági azt kérdezi, hogy ha ciszta van a mellben, semmi nem lesz gond akkor belőle. Lehet-e gond? Nem lesz gond. Minél többet gyerek, meg egyéb, tehát van, akinek van, semmi jelentősége nincs, csak most már ugye az ultrahang miatt tudjuk.
Zsanett azt kérdezi, hogy esetleg tudna tanácsot adni, szabad-e kontaktlencsében szülni, vagy inkább a szemüveget válassza? Én inkább a szemüveget válaszolom, mert azért sokkal kényelmesebb, meg ugye gyakorlatilag, ha nagyon erős a szemüveg, akkor lehet, hogy ha nagyon sok dioptria, akkor nem szokták az édesanyákat élettani szülésbe engedni, mert ott a végén nyomni kell, és ott azért vigyázni kell a szemre, hogy be ne vérezzen, és egyéb probléma ne legyen. De én inkább a szemüveget választanám, mert ott a kontaktlencsével való vacakolások, én nekem nem, nincs kontaktlencsém, soha nem is volt, mert szemüvegem sincs igazán, tehát gyakorlatilag ezért nem tudom megmagyarázni pontosan, de hogy a kontaktlencse miért, de ugye azok a nyomás viszonyok meg egyebek sokkal jobb, és ahhoz már olyankor egy olyan beszűkült tudatállapot van, hogy nem annyira akarsz nézegetni, tehát amit biztosan tudom, hogy oda szokták adni az anyukák a szülésnek abba a szakaszban, kaszába a szemüvegüket, és szemüveget sincs rajtuk, amikor a nyomás van, és utána, ha úgy érzitek, hogy még jobban meg akarjátok azt a drágát nézni, hát akkor ugye azért van ott apa, meg azért van ott mindenki, hogy odaadja vissza nektek azt a szemüveget, vagy rögtön, hogy a nyomás után, hogy még kényelmesebb legyen, de ha nem zavar benneteket, akkor nyugodtan lehet szemüvegbe is. Egy picikét fel kell pörgetnünk, mert nagyon vészesen fogy az időnk. Enikő látott tegnap egy olyan ajánlást, ahol oldalanként 3-3, majd 5-5 perc, és végül 7-7 perc. Ezzel elősegítve a tejbelövelést, de ezt maximum 15 percet per mell ne lépjük túl. Mi a véleménye, Gyulika, erről a tanácsról? Minden megoldás jó lehet. Én nem tudom, hogy tehát, amikor a baba jól szopik, és klasszul szív, hogy fogjátok ti 3 perc múlva bedugni az ujjatokat, és újra kezdeni vele a merretapadást, nem annyira életszerű, főleg az első időszakban. Örültök, amikor jól merretapadt és szív. Utána meg tök mindegy, mert egy jól megtanult, jól összeszoptatok, ez egy tanulási folyamat. Lerobbantani nem lehet azt a gyereket a melletekről. Tehát nekem egy kicsit gyakorló szülésznőként, de biztos, hogy annak is megvan az előnye, tehát valóban jól lehet vele fokozni, mert ugye sok inger éri, és ott a merretapadásnál is, de azért az első merretapadásoknál azért van egy kis kellemetlen érzés is, amikor merre tapad a gyerek, és elkezdi szívni. Ahogy rá, úgy is hívtuk, hogy ráharap, most már nem ezt mondjuk, mert most már figyelünk a szavakra. Próbálkozzatok, mert biztos, tudom egyébként is, hogy megvan annak is az előnye, de én azt gondolom, ha jól szív az a kis gyerek, akkor azért az, hogy most 3 perc, és utána újra is nézem a stoppert, szóval nem okvetlen. Az anyatej fokozása szempontjában, meg hogy minél több inger érje, jó lehet, de ne okvetlenül alkalmazzátok, de aki úgy gondolja, próbálja meg. Boglárka, a gyakran előforduló aranyeres panaszokra kérdez rá, hogy mit lehet kezdeni vele szülés után? Hát például van ez a jégbetég, amit majd megkérem a Klárit a következő alkalommal is. Azt például azt rögtön rá lehet tenni a szülés után, mert ugye a hideg, ez egy aranyér. És ugye, ahogy nyomódik ott a baba, és ugye megtöretnek még jobban ott az erek, tehát a keringési dolgok miatt is, meg a súly, meg minden, az szinte majdnem mindenkinél probléma. Nagyon jó tud lenni, nagyon-nagyon jó tud lenni ott rögtön. Ugye a gátsebnek is jó, ha van, és akkor ott az aranyeres résznél is nagyon jó, hogy van. Vannak ilyen gélpárnák is, az is nagyon jó, akinek olyan van, mert gyakorlatilag azok kisebbek, és azok ugye többször használhatók, de nagyon figyelni kell, hogy egyszer használatos húzata legyen, vagy valami mindig újba becsomagolni. Tehát azzal tudjátok ott rögtön, az a 20 perc, amit az hideg, az alatt rengeteget segít, és hát uram, bocsá, akkor talán többet be kell bele fetszolni, hogyha ti is úgy érzitek, mert az nagyon jó. A érzéscsillapítás, fájdalomcsillapítás, és az aranyérre is jó.
És hát ugye el kell kezdeni használni különböző krémeket rá, és egyébként nagyon sokat segít a lanolin is, mert az is nagyon jót tesz az aranyérnek, azt is be lehet vele kenni, kimondottan segíti ennek az aranyeres problémának a kicsit könnyebb elviselését, mert szinte egy órán belül úgy érzitek, hogy sokat könnyebbettetek. Barbara azt kérdezi, hogy javasoljuk-e a szoptatós teát? A szoptatás teákban ezek az ásványanyagok, meg ilyesmiknek a pótlása van. Én akkor használnék, és akkor innám, ha ízlene. De egyébként nyugodtan, meg ez, hogy az ásványanyagokat pótolja, tehát jó is lehet az, meg aki szereti az ízét, fontos, hogy szívesen igyátok. Mert ugyan amintól fanyalgunk, az már többet árt, mint használ. És nem kell 5 liter folyadékot inni, mert ahogyha sokat isztok, arra megy el a szervezetnek az ereje. Tehát a víz, ami a legjobb, ha 100%-os gyümölcslé, de azt is hígítva, mert abban is van cukor, és úgy tudja fölreppenteni a súlyt, mint a fene. Tehát meg a leves, meg ilyesmikkel lehet remekül, de nyugodtan igyátok, mert amiatt, hogy van benne ásványi anyag, meg kellemes soknak, nagyon kellemes az íze. Nagyon fontos, zöld teát nem iszunk fekete teát, mert amibe koffein van, vagy amibe tannin, meg ilyenek vannak, azokat nem szabad. Tehát ha sima teát szerettek, akkor az igazi vörös teák, a gyümölcs teák, amik igazi gyümölcsből vannak, azok csodásak, és nagyon jók tudnak lenni, isteni az illatuk. Tehát most attól, hogy gyereket szültetek, nem kell magatokkal szadízni, de nyugodtan, mert nyilvánvalóan, hogy ki kell próbálni, és hogyha ízlik, mert nagyon sok nagyon finom ilyen tea van, akkor az a hatása viszont nagyon jó, hogy sok mindent olyat tartalmaz, ami segíti valóban olyan értelemben, hogy azért ürít egy csomó mindent ki a szervezetből, ugye a tejtermelés. Gabi azt kérdezi, hogy az anyatejtároló zacskon kívül lehet-e másban is tárolni a tejet? Persze, hogy lehet, ezt megválaszolom én, jó? Tehát vannak ilyen anyatejtároló dobozkák, vagy anyatejtároló palackok, minden márkának van. Jövő héten majd hozom és mutatom nektek a mintákat, hogy milyen van. Abszolút lehet. Jó. Milyen, Zsani kérdése, milyen vitaminokat javasolsz, Julika, a szoptatás alatt az anyukáknak? Gyakorlatilag a szoptatás alatt a vegyes minőségi táplálkozást ajánlom. Nem igazán kell bevinni most, hogy ilyen COVID-helyzet van, most ugye visszük a C-vitamint, meg tél van, meg a D-vitamint, de egyébként nem kell plusz vitaminokat bevinni, mert egy vegyes, egészséges táplálkozás, tehát azoknak kellenek különböző kiegészítők, étrendkiegészítők, akik speciális diétákat csinálnak. De aki szeret mindent, szereti a gyümölcsöt, szereti a zöldséget, szereti a húst, főleg a vörös húsokat, egyebeket, teljesen felesleges a főzelékféléket, mert ugye a szoptatás nem tiltás az étkezésbe. Nagyon kevés dolog van tiltó listán. Ezeket is mind meg tudjátok nézni a kiadványba, mert gyakorlatilag csak ilyen nyers hal, meg ilyenek vannak, amiket nem szabad enni, nyers húsok, tehát nem az a tatárvíztekevésének az időszaka, de még zöld borsótól kezdve minden, csak mindent úgy, hogy figyelni, hogy a gyereknél okoz-e puffadást, nálatok okoz-e puffadást, és akkor szépen növelni azoknak a mennyiségét, de egyébként én nem, de ha ti úgy érzitek, hogy ti nem szerettek valamit ezek közül, tehát nem tudjátok bevinni, akkor pedig nyugodtan a jó minőségű bevizsgált vitaminokat, semmiképp sem, amik ilyen nagyon olcsó, nagyon bizonytalan helyről származnak, mert ezeket a dolgokat most jobb elfelejteni, hiszen a fene se tudja, hogy mit visztek be, és abból mi jelenik meg az anyatejbe, tehát most nagyon nagy a felelősségetek, tehát a gyógyszertárba kapható dolgok döntően biztosan, hogy jók, nagy biztonsággal jók, tehát akkor azokat nyugodtan lehet fogyasztani, ha úgy gondoljátok.
Enikő kérdése, hogy honnan tudja, hogy jól lakott-e a babája, elég-e neki csak az egyik ciciből, vagy a másikból is kell neki adni? Nagyon sok minden egyéb van, amit meg tudsz figyelni a babán, mert amikor a baba ugye nyugodt, jókedvű, rózsás a kis pofia, jó a mozgása, aktív, van meglehetősen az életkorának megfelelő időszakot, ébren tart, sugároznak ezek a babák, látszik, hogy nagyon jól vannak, akkor ő eleget eszik. És egy héten egyszer majd ezekről beszélünk, vagy amikor mentek a védőnőhöz, akkor megméritek a babát. Tehát ugye lehet bérelni is mérleget, és én az első időszakban azt szoktam javasolni, hogy egy estét nevezzetek ki, mondjuk a csütörtök este fürdetés előtt. És akkor megméritek. De akkor is figyelni kell, hogy nem dobtatok-e ki előtte egy jó nagy kakispelenkát, mert akkor megbolondultok. És gyakorlatilag összeírjátok a heti méréseknek, a fejlődésnek az összegeit, és azt utána visszaosztjátok négyel a hetek számával, és úgy jön ki egy átlagos súlygyarapodás, és akkor azoknak jó, hogyha nagyjából abba valahol belül van a gyerek. De hogyha a gyerek, vannak olyan időszakajuk, amikor stagnál a súlyuk, akkor is, ha ezeket produkálja, hogy jól van, nem kell megijedni, mert most épp olyanja van. Mi se eszünk egyformán. Tehát higgyétek el, hogy a legjobban ti fogjátok tudni, nektek van az anyai, apukáknak az apai ösztöne, hogy jól van az a gyerek, rendben van, nem kell rajta izgatni magatokat. Anna Mari azt kérdezi, hogy miért kell a babának A és D-vitamin? És hogy mikortól? A D-vitamin az rögtön az újszülött korban már fölírja az orvos. A D-vitamin ugye a csontosodás és egyebek, és az A-vitamin is hasonló, illetve ugye ezek a vérzés, meg ilyen konakion, meg ilyenek is bekerülhetnek a listába. Ezeket az anyatejhez potló dolgok között vannak, és ezeket gyakorlatilag rutinszerűen kérik a gyermekgyógyászok, hogy ezeket adjátok a kisbabáknak. Mindent megmondanak, hogy melyiket, stb. Tehát ezeket mindent pontosan tudjátok, és nem nagy mennyiségekről van szó, hanem egy-egy cseppekről, tehát itt nem arról van szó, hogy most óriási mennyiséget, de van, amit egy kicsit pótolni kell, főleg ugye a téli időszakban, de utána se rakjuk ki a babát a naprana. Szóval, de hát nyilván, hogy azért, amikor éri a nap, meg több levegő éri, akkor nyilván, hogy vagy nem is kell, vagy kevesebb, és hát amikor elkezdi a gyerek enni a húst és egyebeket, akkor megint már, és ezek megint csak előbbre csúsztak, majd próbálunk arra is időt szánni, hogy újra foglalkozzunk ezzel a témával is, a hozzátáplálás kérdésével és az elválasztódással. Edith kérdezi, hogy milyen fajta cumi, vagy mi más ajánlott újszülöttnél a lefejtej odaadásához egy későbbi időpontban, hogy a kicsi ne utasítsa el a szopizást. Nincs olyan cumi, ami ugyanolyan, mint a mell. Van, ami egy kicsit hasonló. Na most nem szeretném, hogy furcsán hangzódjon a számból, hogy itt ugye tele vagyok, körül vagyok itt véve, lanzinok termékekkel. Én egy olyan konkrétumot mondok, hogy Angliában van, illetve az Egyesült Királyságban van egy olyan szavazás, ahol különböző szempontból szerint megszavaztatják az édesanyákat. Például, hogy melyik a legjobb cumisüveg, és annak megvannak, hogy mire, milyen szempontból. És az, hogy nem keverte meg, és nem lett cumizavaros, arra egyértelműen aranyérmes lett a lanzinok. És akkor például nagyon jó helyezést kapott, az is aranyérmes lett, más szempontsor szerint. Tehát ilyen három szempontsor szerint szavaztatták meg az édesanyákat, és egyébként én is egyetértek, mert a mamcumi utána, az is egy nagyon jó, mert egy puha cumi, stb. Majd megmutatjuk a cumizavar kapcsán is, hogy hogy kell megnézni, hogy kell megrángatni a cumit. A Minimanóba ki vannak rakva, meg odaadják az összes mintákat. És meg kell fogni, meg kell húzni, hogy hasonló módon nyújtható legyen, mint a mell. De ez akkor se olyan. Tehát akkor is, hogyha addig nagyon jó lenne semmiképp sem cumicsüveghez nyúlni, amíg nincs jó kialakult szopási készség.
És Gabinak van még egy utolsó kérdése, hogy mi a véleménye Gyulika a ginotál szülészeti gél használatáról, valóban hatásos-e, illetve van-e valamilyen alternatívája ennek? Gyakorlatilag ezt a saját szülésznőtökkel, hogyha van, mert ugye most nagyon nehéz helyzet van, beszéljétek meg, mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ezek a gélek, meg ezek a masszás kérdések. Ugye a hüvelymasszázshoz is ugye lehet használni, ha gondoljátok, akkor, hogy ti azt kicsit elő akarjátok ilyen értelemben készíteni, akkor semmiképp se a 36. hét előtt, mert ahhoz az kell, hogy legyen meg hormonálisan az a nagyon nagy felpuhulás. És utána pedig az az igazság, hogy olyan nagyon sokat én nem várok a kigördülésnél a géltől, hiszen akkor ott magzatvíz van, véres, nyákos dolgok vannak, tehát azok is segítik, de hát nincs vele annyira tapasztalatom, mivel az, én most már egy jó 10-15 éve szülésnél aktívan nem veszek részt, ugye más egyéb szülésznői tevékenységet végzek, és nem aktív szülésvezetést. Én tudom, hogy sok helyen szinte kérik is, akkor oda vigyétek be, mert lehet, hogy egy kicsit jobb, hogy még sikosabb, és körben nagyon jó sikos, de nem gondolom, hogy okvetlen szükséges lenne. Hát nagyon szépen köszönjük, Julika. Megint elárasztottatok minket kérdés cunamival, hála Istennek. És hát úgy látom, hogy azért örülnek a kismamáink, úgyhogy folytatjuk természetesen az előadás sorozatodat, úgyhogy most jövő héten újra jövünk, és szeretném itt is felhívni a figyelmeteket, hogy használjátok ki, hogy ezen a héten kedvezmény van az összes Lanzi és Kleva Mama termékre, nem csak itt az áruházban, hanem otthonról a webáruházon keresztül is tudtok rendelni. És jövő héten pedig a keddi élő adásunkban pedig termékes videóval jövünk, ott pedig konkrétan ezeket a dolgokat össze fogjuk nektek hasonlítani. Úgyhogy hálásan nagyon köszönjük. Vigyázzatok magatokra. Köszönjük, Julikám, hogy itt voltál. Sziasztok!